Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Jó ütemben halad a munka, novemberben átadhatják az új Bonyhádi ipari parkot. 9,3 milliárd forint civileknek. Nőtt a Nemzeti Együttműködési Alap 2021-re kiírt pályázati keretösszege. Nem okozott akkora bajt a szélsőséges időjárás, jó termés átlagra számítanak Tolna megyében. Retro víradás Szekszárdon. Ötször annyian jelentek meg, mint egy átlagos alkalommal szoktak. November 24-ére elkészülhet a Bonyhádi ipari park. A kivitelező szerint a szerződésben foglalt határidőre el tudják végezni a munkát, és átadhatják a komplexumot. A négy épület már látható a Dombóvárra vezető útról. Ezeket raktárépületeknek adja majd ki az önkormányzat többségi tulajdonában álló építtető cég. Nagy léptékben halad előre a Bonyhádi ipari park építkezése. A beruházáshoz szükséges pénz nagy részét, 480 millió forintot a terület és település fejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város. November 24-én átadják a komplexumot. Sebestyén Miklós, a Bonyhádi ipari park ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szendvicspanelek felhelyezése megtörtént, így négy szinte zárt épület található a területen. A nyilászárók gyártása még folyamatban van, de hamarosan azokat is behelyezik. Ütemében egy kicsit eltér ugye a négy épület előrehaladása, mert az egyes csarnokban az ajzat beton építése és hőszigetelése történik, a 2-3-as csarnokban már kész vannak az ajzatok, és az 5-ös számú csarnok, az pedig most fog az ajzat beton előkészítése, a vasalások zajlanak és zsaluzások. A teljes ipari park 3,5 hektáros területen található. Az összesen 3200 négyzetméteren elterülő négy csarnok már megtalálta bérlőit. Raktár, iroda és üzem is működik majd a területen, a közlekedés és közvilágítás is megoldott lesz. A területi infrastruktúrából a közlekedő utaknak az alapozása az gyakorlatilag teljesen készen van, egy rövid szakasz hiányzik, megtörtént a 20 kV-os magas feszültségű légvezeték kiváltása is, ezen is túl vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy szeptember hónap második felétől követően az épületek tekintetében a belső munkák fognak zajlani, és meg fog történni majd november végére, a szerződéses határidő végére a közlekedési felületek és a teljes infrastruktúra befejezése is. Az épületeket körbekerítik majd, de az őket összekötő úthálózat nyitott lesz a bonyhádi forgalom számára. Idén 700 ezerrel többen intézték adóügyeiket az ügyfélkapun, és nagyjából ugyanennyivel csökkent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain személyesen megjelenő ügyfelek száma. A koronavírus járvány miatt előtérbe kerültek a biztonságosabb, digitális kommunikációs csatornák, a NAV-nál pedig szinte minden ügy elektronikusan is intézhető. A NAV ügyfélszolgálati statisztikái valamennyi területen azt mutatják, hogy az adózók egyre nagyobb számban kezdték el használni a NAV online megoldásait. A hivatal munkatársai az első 7 hónapban csaknem 4 millió adózóval léptek kapcsolatba az ügyfélkapun keresztül, és 1 milliónál is több ügyfélnek segítettek telefonon vagy e-mailben. Júliusig az ügyfélszolgálatokat, kirendeltségeket és NAV ablakokat személyesen felkeresők száma 1,6 millióról 950 ezerre csökkent. 50 milliárd eurónyi forrás áll Magyarország rendelkezésére a 2021-2027 közötti Európai Uniós költségvetési időszakban. Ennek jelentős részét gazdaságfejlesztésre és innovációra, a magyarországi vállalkozások versenyképességének növelésére fordítják, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára szerdán. Kiemelte, hogy az eddigi uniós programozási időszakok közül a következő időszakban állhat Magyarország rendelkezésére a legnagyobb forrás. Az államtitkár szerint minden eszköz és megoldás rendelkezésre áll ahhoz, hogy ne kelljen a tavaszihoz hasonló módon lezárni a gazdaságot. 9,3 milliárd forintra nőtt a Nemzeti Együttműködési Alap által civil szervezetek részére kiírt pályázatok éves keretösszege. Ezt Szalai Bobrovinszky Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára mondta Szekszárdon, egy civil szervezeteknek tartott tájékoztatón. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, hogy a civil közösségek egy-egy település társadalmi motorját jelentik.
Civil szervezetek aktuális pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatást a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Szalai Bobrovnicki Vince. Az előadásra az előírt óvintézkedéseket betartva ülhettek be az érdeklődők, és hallgathatták meg, hogy idén milyen pályázati kiírások várhatóak a civil szférában, és milyen költségkeretet szavazott meg hozzá a miniszterelnökség. De jó hírekkel érkeztünk, amelyek abból állnak, hogy ugye most kérjük a Nemzeti Együttműködési Alap, tehát a Magyar Kormány civil alapjának a pályázatait. Ez ugye ebben az évben 7,7 milliárd forint volt, jövőre 9,3 milliárd lesz. Tehát egy érdemi növekmény van az alapban. A civil szervezetek által benyújtható, egyszerűsített pályázatok tekintetében is emelkedett a megpályázható összeg. A tavalyi 200 ezer forintról 300 ezer forintra nőtt. Érdemes minél előbb beadni az igényeket, mert itt számít a beérkezési sorrend is. A keretösszeg eléréséig minden pályázat nyertes lehet. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a beérkezett igények 40%-a kitöltötte a keretösszeget. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, nagy segítségnek tartja a minden évben megjelenő pályázati lehetőségeket. Ezeken a pályázatokon a települések indulhatnak, önkormányzatok indulhatnak, de elsősorban civil szerveződések indulhatnak, amelyek alulról jövően képezik a civil társadalmat Magyarországon, és ezek a szerveződések, ezek a szervezetek, ezek által az anyagi források által tudnak mozgolódni, és tudják a résztvevőket, a tagjaikat, a szervezőiket mozgatni. A pályázatokat október 12-én írja ki a Nemzeti Együttműködési Alap. Embercsempészt keresnek a Tolna megyei rendőrök. A férfit néhány napja állították meg a bátaszéki autópálya rendőrök. Az általa vezetett kisbuszban migránsok tartózkodtak. Őket elfogták az egyenruhások, viszont az embercsempész kiugrott a volán mögül és elmenekült. A férfiakat munkatársaink azonnal elfogták és előállították őket a szekszárdi rendőrkapitányságra, majd elszámoltatásukat követően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A sofőrt azóta is keresik munkatársaink, és vele szemben későbbiekben vélhetően embercsempész és büntet miatt fognak eljárást indítani. Márciusi hó, fagy, tavaszi aszály, viharok, erős szél tépázta meg a növényeket 2020-ban. A szélsőséges időjárás miatt jóval kevesebb búzára, kukoricára, napraforgóra számítottak még korábban a termelők, ám a nyári csapadékos idő kedvezően hatott a növényekre, így bár a korábbi évekhez képest alul marad a termésátlag, jó eredményekre lehet számítani Tolna megyében, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. Egy jobb évben idáig ér a búza. Molnár István gazdálkodó még májusban azt mutatta, hogy a búza fele akkorára nőtt a száraz időjárás miatt, mint amekkora ilyenkor lenni szokott. Kevesebb volt az oldalhajtások száma, lassabban fejlődtek a növények, a föld pedig teljesen kirepedezett. Ahol pedig száraz talajba került a mag, ott ki sem kelt a kukorica napraforgó. A búzából 70 mázsa helyett 40-50 mázsára, a kukoricában 80-120 mázsa helyett jóval kevesebbre számított akkor a gazda. Itt ilyen 30-40, akár 50%-os terméskiesés is várható, ha azt mondom, hogyha egy durván két héten belül nem lesz eső. Ezek pedig már mostani felvételek Szekszárd határában. Jól látszik, hogy mekkorára nőtt a kukorica. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, bár a kukoricát sok helyen megviselte az aszály, a nyári csapadékos idő kedvezően hatott a növényre. Összességében elmondható, hogy körülbelül egy olyan 8,5-9 tonna per hektár körüli megyei termésátlagot várunk, ez egy picivel lehet kevesebb, vagy picivel kevesebb, mint az elmúlt éveknek az eredményei. A napraforgó betakarítása is elkezdődött. Napokon belül tömegesen beindul, de ennek a növénynek sem tett jót a csapadékos, viharos időjárás. A széllökések pedig sok helyen meg is döntötték a napraforgót. Átlagosan hektáronként 3,5 tonna termésre számítanak. A napraforgó piacán egyenlőre látszik az, hogy megkezdődött az aratás. Nagyjából összeért a magas olajsavas napraforgónak és a hagyományos napraforgónak az ára, és az utóbbi időben úgy látjuk, hogy a hagyományos napraforgónak az ára emelkedett kissé. Úgy látszik, hogy van lehetőség a termésárak emelkedésére itthon a kukorica és a normál napraforgó esetében.
Véget ért a központi szúnyogírtás az országban. Augusztus végén még az ország számos pontján volt szükség a szúnyogok gyérítésére, a Dunán levonult kisebb árhullám és a villámárvizeket okozó hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék miatt. Az elmúlt hetekben már nem alakultak ki nagy kiterjedésű szúnyogtenyészőhelyek, így ugyan lokálisan még van szúnyogártalom, de kiterjedt védekezésre várhatóan nem lesz szükség a továbbiakban. A szezon során a szakemberek földi és légi úton egyaránt beavatkoztak a lárvák ellen. A kifejlett szúnyogok elleni védekezés során alapvetően földi úton történt eljárással összesen mintegy 730 ezer hektárt kezeltek. Az elmúlt hónapokban végrehajtott légi és földi kezelések összesen mintegy 1100 települést érintettek. Az ország 7 pontján, köztük Szekszárdon szervezett retróvéradást az Országos Vérellátó Szolgálat. A 70-es évek zenéje, hangulata, sörés virsli és számos ajándék várta a véradókat a Béri Balog utcai épületben. A 12-szerre megrendezett különleges véradás célja, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a véradás fontosságára. Nagy szükség van most a véradókra, az elmúlt időszakban ugyanis nem volt elég vérkészítmény. Szekszárdon 5-ször annyian jelentek meg a retróvíradáson, mint egy átlagos alkalommal. Felrakja a 70-es évek sláger együttesének lemezét a lejátszóra a régi idők szerint öltözött főorvos a szekszárdi vérellátó szolgálatnál. A váróterem berendezése, a falra kirakott plakátok, az ajándékok, mint a sör és a virsli, mind a múltat idézték. Az általunk megkérdezett rendszeres véradóknak elnyerte a tetszését ez a retro hangulat, mert miként fogalmaztak, visszaidézte a régi idők véradását és a fiatalságukat, de nem csak ezért érezték fontosnak, hogy eljöjjenek. A nyári szabadságok ideje alatt volt egy országos felhívás is, hogy jelentősen lecsökkent a vérkészlet, és hát nyilván ez ennek a része, hogy pótolódjon. Úgy érzem, hogy az én saját egészségem szempontjából is jó ez, hogy egyrészt vannak azért olyan vizsgálatok, amikből egy pár olyan dolog ki tud derülni, amit itt a véradáson néznek. Jobban érzem magam a véradás után, egy picit nekem a hangulatom is jobb. Az egyik barátommal szoktunk eljönni ketten, úgyhogy így sokkal jobb a hangulat. Az ország 7 pontján szerveztek ilyen különleges véradást, aminek a célja az volt, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a véradás fontosságára. Erre azért is szükség volt, mert a nyár végén a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások és a hosszú hétvége miatt olyannyira lecsökkent az országos vérkészlet, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat egy darabig kizárólag halaszthatatlan beavatkozásokhoz tudott csak vérkészítményeket biztosítani. Pászti Vera, a szekszárdi vérellátó szolgálat főorvosa azt mondta, folytatják a véradók toborzását, mivel a vért mással nem lehet pótolni. Sok beteg számára az a túlélést, az életben maradást jelenti. A vérre szoruló betegek sehogy máshogy nem gyógyíthatók meg, csak az önkéntes véradók adományaként adott vérrel, és ezért minden eszközt megpróbálunk latba vetni, hogy tényleg megfelelő számú véradót tudjunk megnyerni a véradás ügyének. Ezért próbáljuk ezeket a tematikus véradásokat, vagy ezeket az ilyen speciális véradásokat is meghirdetni. A szekszárdi vérellátó retro véradásán 130 fő jelent meg, közülük 121-en adhattak vért, így a főorvos sikeresnek tartotta a véradást. Egy átlagos véradáson ugyanis 25-30 ember szokott megjelenni. Regionális híreink következnek. A vírus itt van, tartsuk be az előírásokat, üzent a kétkedőknek a pécsi sürgősségi orvosa. A környezeti és éghajlati változások álltak a középpontban, szüreti bemutató Pécse. A cél a közösségépítés, falunapot tartottak a Somogy megyei Zalában. Szájmaszk viselése, szociális távolságtartás, gyakori kézmosás. Ezeket kell még mindig betartania mindenkinek, hogy ne nőjön meg ugrásszerűen a COVID-betegek száma a kórházakban. Ezt írt a közösségi oldalán a pécsi sürgősségi osztály vezetője. Dr. Kanizsai Péter szerint félrevezető lehet, hogy a védekezés első szakaszának sikeressége miatt sokan nem találkoztak közelebbről a betegséggel. Ezért azt hiszik, nem kell már figyelni a szabályokra, sőt, van, aki tagadja a vírus veszélyességével kapcsolatos információkat. Pedig ezek nagyon is valódiak, és nem szabad elbagatelizálni a védekezést az orvos szerint. Mit gondolnak a szájmaszk viseléséről, a koronavírus elleni védekezésről? Ezt kérdeztük az emberektől Pécsen.
Én hordom, igen, hogyha kijövök, vagy ha az üzletbe megyek. Most például a férjem kísértem a kórházba. Fontos és kell, és a távolságtartás. Úgyhogy én mindig is ez mellett voltam. Én tudom, én beteg vagyok, és én a szívemmel, de úgyhogy kell. Mindenképpen. Ezt mondta a pécsi sürgősségi osztály vezetője is, aki az egyik közösségi oldalon üzent a kétkedőknek. Kanizsai doktor azt mondja, szerinte még az első hullám második felénél járunk. Az első felében jól működtek az elzárkózásos intézkedések, nagyon kevesen fertőzöttek meg, 5000 körül volt az esetszám. Lazítottak azonban a szabályozáson, és ezzel lazább lett az emberek viselkedése is. Nem látták azt, hogy ez tragédiát okozna, ennél fogva nem létezik, nincsen, nem probléma. De ha most megnézzük a mostani esetszámokat, akkor láthatjuk, hogy ilyen magas fertőzött szám még nem volt. És azt is látjuk, hogy ez a vírus, ez pozitivitás esetén nem feltétlenül okoz azonnal tüneteket, hanem hetek kellenek ahhoz, általában 6 nap, 10 nap, hogy kialakuljanak azok a tünetek, amik miatt ezek a betegek kórházba kerülnek, illetve intenzív osztályra vagy lélegeztetőgépre. Komolyan kell venni a helyzetet az orvos szerint. Ezért mindenkinek meg kellene tenni az alapvető óvintézkedéseket, hogy ne terjedjen gyorsan a COVID-járvány. Ezek egyszerű dolgok, amikről beszélünk. A maszk, a kézmosás, a szociális távolságtartás, a józanész, azt gondolom, semmi több nem kell hozzá. Én a laposföld hívőket nem szeretném meggyőzni arról, hogy a földgömbölyű és a COVID tagadókat sem kívánom meggyőzni. Felelősségükre azért appellálnék, tehát hogyha nem teszi fel a maszkot, ami bizonyítottan védi a másikat, akkor azért én azt gondolom, hogy ott van mind gondolkodni. Kanizsai doktor bejegyzésében azt írta, idő kérdése, hogy a veszélyeztetett korosztály mikor fertőződik meg. Floridában ehhez 5 hét kellett a járvány kirobbanását követően. Ennél fogva a sürgősségi terheltsége meredeken emelkedni fog, ami a várakozási idő növekedésével jár. A doktor azt írta még, nem tudnak mindenkit tesztelni. Aki rosszul érzi magát, maradjon otthon és hívjon mentőt, akik beszállítják az ellátóhelyre. Szüreti bemutatón oszthatták meg tapasztalataikat és mutathattak be technológiai újdonságokat a pécsi Pécs környéki szakemberek. A Baranyai megyeszékhelyen megrendezett eseményen elhangzott, az idei évben átlagos termés várható, szerencsére kedvező volt az időjárás a szőlősökben. Az előadások során nagy hangsúlyt fektettek a környezeti és éghajlati változások hatásaira és azok megoldásaira. A szőlészet kihívásai, az idei év tapasztalatai, környezeti és éghajlati változások. Többek között ezekben a témákban hallhattak előadást azok, akik részt vettek a szüreti bemutatón Pécset. A szakemberek előadásaikban kifejezetten az újdonságokra helyezték a hangsúlyt, melyek segíthetnek egyes szőlészeti problémák megoldásában. Ilyen volt Kása Sándor ismertetője is, amely a komplex lombtrágya alkalmazásáról szólt. Mint azt a szakértő elmondta, hiába bővelkedik tápanyagokban a termőföld, kialakulhatnak olyan szélsőséges időjárási körülmények, melyek következtében a növény nem jut elegendő tápanyaghoz. Úgy gondoljuk, hogy független attól, hogy a mi termékünkről van szó, ezek a lombtrágya termékek, más gyártóknak a termékei is erre egy nagyon jó választ adhatnak erre a kihívásra, hiszen a lombozaton keresztül eső hiányában, szárazság esetén is biztosítják az optimális tápanyagellátást. Az előadásokban beszámoltak az idei év tapasztalatairól is. Mint elhangzott, a pécsi térségben már augusztus elején elkezdődött a korai fajtáknál a szüret. A későn érő szőlők, mint például a Cabernet Sauvignon, majd csak októberben kerülhetnek a puttonyokba. A szakemberek jó évjáratra számítanak. A 2020-as év a szőlő szempontjából viszonylag jó volt, bár az induláskor voltak problémák, hideg volt, itt Pécs környékén szerencsére fagy nem volt, és a későbbiekben viszont meglehetősen jó volt a vízellátás, tehát ebből a szempontból az idei évben jól tudott fejlődni a szőlő, amennyiben a gazdák meg tudták védeni a különböző betegségekkel szemben. Jakab Gábor hozzátette, idén úgy látszik visszatér a korábbi években megszokott hagyományos szüreti ütemterv. Ha az őszi időszakban kevés lesz a csapadék, akkor szép szőlőtermés várható. Együtt ünnepeltek Zalában. A 240 lelket számláló kis somogyi településen kiemelten fontos a közösségépítés. Zalában az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult, hamarosan pedig újabbak indulnak majd, hangzott el a falunapon.
Többek között az íjászkodás alapjaival is megismerkedhettek a zalaiak és a falunapra kilátogató vendégek, a kicsiket számos gyermekprogram, míg a felnőtteket finom falatok, beszélgetés és zenés mulatság várta. Mi nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy ezek a rendezvények meg legyenek tartva. Nem csak falunapunk van, egyéb ilyen gyereknapi rendezvény, Mikulás ünnepség, idősek napja. Mindegyiket mi úgy gondoljuk, hogy közösségépítő ereje van. A mi településünk nem nagy. 238-an lakunk itt, egy pici településről van igazából szó, de a közösségépítést azt fontosnak gondoljuk. Az eseményre a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott. Vicma Mihály kiemelte, Zala településnek több évszázados történelme van, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően pedig nem csak a múltja, hanem a jövője is ígéretes. Az elmúlt 750 évben a település fent tudott maradni, és azt gondolom, hogy a jelenkor vezetőinek, helyi önkormányzati vezetőinek a feladata és a felelőssége is egyben, és a falu közösségének, hogy ezt a múltot átörökítve valóban tegyenek ezért a faluért. Ebbe pedig országgyűlési képviselőként, amennyire én tudok, természetesen szívesen segítek. Most valósult meg egy útfelújítás 20,5 millió forintos Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően. A Magyar Falu Programnak köszönhetően a közeljövőben 8 millió forintból újabb utca újulhat meg Zalában. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Jó ütemben halad a munka, novemberben átadhatják az új Bonyhádi Ipari Parkot. 9,3 milliárd forint civileknek. Nőtt a Nemzeti Együttműködési Alap 2021-re kiírt pályázati keretösszege. Nem okozott akkora bajt a szélsőséges időjárás, jó termés átlagra számítanak Tolna megyében. Retro víradás Szekszárdon. 5-ször annyian jelentek meg, mint egy átlagos alkalommal szoktak. Csütörtökön észak felől megközelítheti térségünket egy gyenge hidegfront, de folytatódik a nyárias idő az őszben. Marad a derült ég, éjszaka csillagfényes idő lesz jellemző és hűvös. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!